Tolna vármegyében az elmúlt időszakban alig hulló csapadék. Ez megviselte a szántóföldi növényeket, közülük is a kukorica van a legrosszabb állapotban. A hőség és a csapadék hiány miatt a kukoricák sokkal hamarabb kezdtek virágozni és csöveket hozni. Jelenleg a szemtelítődés időszakában vagyunk kukorica esetében, és ilyenkor lenne nagyon nagy szükség az esőre, tehát az elkövetkezendő héten, 10 napban nagyon jó lenne, hogyha kapnánk egy kis csapadékot. Sajnos vannak már viszont olyan területek, ahol a csapadék sem segít, vannak olyan táblák, táblarészek, rosszabb vízgazdálkodású, homokosabb vagy szelesebb területek, ahol teljesen ki van égve a kukorica, itt biztos, hogy termést nem nagyon fognak betakarítani, tényleg úgy néznek ki a táblák, mint szeptember végén, október elején szoktak. A gazdálkodók 66.500 hektáron vetettek kukoricából Tolnában. Ebből 63.700 hektár a szemes kukorica, és ezekre az időjárási viszonyokra való tekintettel elég jelentősen el fogunk maradni az eddigi évek átlagától. Tehát előzetesen mi úgy becsüljük, hogy egy 7 tonna per hektáros vagy az alatti átlagterméssel fogunk betakarítani. Az aszály mellett a gyapotok, bagolylepke kártételeivel is meg kell küzdeni a gazdáknak. Itt a lárva a kukorica csöveknek a végét rágja meg, és sajnos ezeken a sérüléseken másodlagos komoly gombafertőzés léphet fel, tehát erre oda kell figyelni a gazdálkodóknak. A csapadék hiány és a légköri aszály a napraforgót is érintette. Itt azt tapasztaltuk, hogy sokkal rövidebb volt a virágzásnak az ideje, és ugye a mostani csapadékszegény időjárás pedig valószínűsíthetően azt eredményezi majd, hogy kisebbek lesznek a tányérok, nem telnek annyira ki, és a szemek is valószínűleg kisebbek lesznek. Tolna vármegyében napraforgót 39.300 hektáron vetettek a gazdálkodók. Az előzetes becslések 3 tonna per hektáros termés eredményt mutatnak, ami jónak számít.